részletes megvalósíthatósági tanulmány készül jelenleg, amelyik üzleti tervezés formájában veszi sorba, hogy milyen feltételeket fogunk beépíteni a pályázatokba. A pályázatok megjelenése júliusban várható. Ez egy hónapi nyilvánosságra hozatal követően élesedik, és akkor lehet pályázni a pályázóknak. Pályáztatási egységek, a járások valószínűsíthetőek. Körülbelül mennyi pályázatra számítanak, és főleg honnan várnak pályázatokat? Úgy gondoljuk, hogy valamennyi járás el fog kelni, legalábbis szeretnénk olyan kedvező pályázati feltételeket kidolgozni, hogy ne maradjon ki egyetlen terület sem, hiszen az a cél, hogy 2018-ra valamennyi háztartás elérje ezt a 30 megabites, legalább 30 megás sávszélességet, tehát a járások számából kiindulva ez olyan 200 nyertes pályázóra számítunk, nyilván induló ettől jóval több lesz, 400-500 is akár, ezt előre nem lehet megmondani. Hány települést érinthet ez a projekt? Nagyon jó ez a kérdés, mert gyakorlatilag minden települést érint a projekt, hiszen Magyarország 3154 településéből nincsen olyan, amelyik 100%-ban lefedett lenne. Még a legfejlettebbekben is van olyan település rész, ahol még hiányos az internetellátottság. Mekkora összeggel gazdálkodhatnak ebben a projektben? A projekt forrásai pénzügyi oldalról úgy néznek ki, hogy 80 milliárd forint visszatérítendő és 50 milliárd forint visszatérítendő forrás áll rendelkezésre. Mik a legfontosabb változások a korábbi pályázatokhoz képest, illetve könnyebbségek? Legfontosabb változás talán, és ez úgy gondolom mindenkinek jó az államnak, mert pontosabban tud tervezni, és jó a pályázóknak is, mert nyíltabb és korrektebb feltételekkel pályázhatnak. Tehát a legfontosabb változás, hogy előtervezés zajlik, ez műszaki és gazdasági értelemben történik. Egy egyszerűsített vonalas topológia tervet kapnak a pályázók, ami nem jelent kötelezettséget, ez még nem egy kiviteli terv szintű kidolgozottság, de jó iránymutatásnak tekinthető, és pénzügyi értelemben pedig tartozik hozzá egy beruházási maximum, amit nem lehet túllépni fölfelé, lefelé viszont lehet versenyezni. Közműadó több szolgáltató is említette, hogy hátrányosan befolyásolja az üzleti terveiket, illetve a hozzáállásukat a pályázatokhoz. Ezért megnéztük, hogy hogyan lehetne könnyíteni ezen a feltételrendszeren, és most úgy gondoljuk, hogy ami a legvalószínűbb, hogy az új szakaszokra, amit a SZIP projekten belül építenek meg a vállalkozók, ezekre az új nyomvonalakra fog vonatkozni adómentesség valahány évre, hát legalább 5 évre.